Egy újra gondolt lencsefőzelék és egy igazán elegáns desszert. Ezt a szilveszteri menüt hoztuk mára a Gasztrokult 2021 évi utolsó adásába. Az édességünket a Jokka desszertműhely alapítója Szabó Réka Kata készíti el, míg a főfogásunkat a hosszú hetényi, hosszú tányér étterem két séfje, Horváth Attila és Deák Kovács Lajos. Közben pedig megismerkedhetünk ennek a különleges helynek a különleges történetével. Ezzel jövünk a Gasztrokult mai adásában. Hogy elkészítsük a főfogást, hosszú heténybe megyünk, pontosabban először a falu melletti dombok közé. Itt találkozunk Hosszú Franciskával, a Hosszú Tányér étterem tulajdonosával. A két gyermekes családanyának korábban semmi kapcsolata nem volt a vendéglátással, ha csak nem vendégként. Ő elsősorban a faluba és annak a környezetébe szeretett bele. Kislányként szerettem bele ebbe a helybe. Hosszú Hetényben volt szőlője már akkor a nagyszüleimnek, illetve ők itt is éltek. És már akkor kutyát sétáltatni ide jártam, és feltöltöttem olyan mértékben, hogy utána a városban nagyon jól ki lehetett bírni azt az egy hetet, és utána újra visszavágyni hétvégente ide. Mert egyszerűen olyan a környezet, olyanok az emberek is a faluban, hogy minden adott ahhoz, hogy jól érezzük magunkat, és energiával feltöltődve távozzunk innen. Franciska a mai napig gyakran járja a falu környékét, és előfordul, hogy a vendégeit is kihozza ide egy-egy séta erejéig. A leggyakrabban azonban a családjával és két kutyájukkal jönnek ki ide. A Mecsek legmagasabb hegyétől, a Zengő 682 méteres csúcsától légvonalban pár kilométerre van a hely, amit Franci megálmodott. Ez egy régi épület, amit teljesen fel kellett újítani a céljaihoz. És mint utóbb kiderült, a tulajdonosnak több köze is van a helyhez, mint azt eleinte gondolta volna. Ez még nagyon régen óvoda volt. Az első rész, az utcafronti rész az iskola, előtte pedig ez óvoda, és édesapám még ide járt óvodába. Úgyhogy emiatt így külön szeretett szálak fűznek ehhez az épülethez. Az épület egykori iskolai részében egy kávéházat rendeztek be. Itt minden a tulajdonos ízlését tükrözi vissza. Mint említettük, korábban semmi köze nem volt a vendéglátáshoz, mindenféle előképzettség nélkül vágott bele a vállalkozásba. A mai napig emlékszik az első kiadott kávéjára, már csak azért is, mert nagyon izgult, amikor elkészítette. A vendég előtt kellett megcsinálnom. Előtte csak így magamnak főztem, vagy otthon, és amikor először adódott olyan szituáció, hogy a vendégnek kell kávét adnom, akkor így remegett a kezem. Úgy képzeltem el, hogy két kolléga lesz, aki dolgozik, így is indultunk, és én a háttérmunkákat csinálom. És egészen addig, amíg nem adódott ez a szituáció, hogy pultba álljak, addig ez működött is nagyon jól. Én a vendégekkel úgy találkoztam, hogy igazából csak beszélgettem velük, de nem szolgáltam ki őket. Mindenféle más szervezési és egyéb rendelési, mindenféle feladatot csináltam, csak a kiszolgálást nem. És akkor ez egy nagyon váratlan helyzet volt, hogy nem tudott jönni a kolléga, akinek kellett volna, és akkor döntéshelyzet adódott, hogy vagy beállok én a pultba, vagy pedig nem nyitunk ki aznapra. És akkor így ragadtam benne, hogy pultba állok. Megkedvelted egyébként ezt? Közkata? Bocs. Megkedvelted egyébként ezt a... Na, annyira sikerült megkedvelni, hogy ez a közvetlen kapcsolat a vendégekkel azt hozta magával, hogy megnyitottuk az éttermet is. Annyira bejött ez, hogy a vendégekkel lehet találkozni, lehet velük beszélgetni, az igényeikre figyelni, hogy ez így hozta magával, hogy akkor itt nem állunk meg, hanem legyen tovább. A Hosszú Kávé nevű kávézó és cukrászda tehát így hozta magával a Hosszú Tányér nevű éttermet. Ennek működtetéséhez azonban már valóban egy jó csapat volt szükséges. A kezdeti időszakok után Franci ma már velük, Attilával és Lajossal, a profi séfekkel dolgozik együtt.
És ha úgy vesszük, akkor a vendégekkel is. Ugyanis ebben az étteremben teljesen természetes az, hogy a vendégek egyszerűen besétálnak a konyhába, és beszélgetnek a séfekkel. Ez nagyjából arról szól nálunk, hogy bejöhetnek a vendégek, mi szeretnénk megmutatni, hogy mi hol élünk, hol dolgozunk, és ez miatt betekintést is merünk nyújtani. Tehát nekünk az a célunk, hogy a vendégeink teljes mértékben meg tudjanak bízni bennünk, hogy mi nem árulunk zsákba macskát, meg nem akarjuk őket átvágni, hanem tényleg csak a jót szeretnénk prezentálni nekik. És ezért bármikor be is merjük engedni őket. A konyhánk azért nyitott, hogy bárki bármikor betekinthessen, illetve nagyon fontosnak tartom azt, hogy a vendégektől közvetlenül kapjanak visszajelzést. Ne a vendégkönyvből olvashassák el, vagy a Facebook bejegyzések által, vagy értékelések alapján, hogy milyen volt a teljesítményük, akár a konyhában, akár a felszolgálás területén, hanem közvetlen visszajelzést kaphassanak. Ezért van szabad bejárás a konyhába, illetve a fiúk is néha kijönnek és a vendégekkel beszélgetnek. Ebben a vendégek előtt működő konyhában most a gasztrokult kamerája előtt készül majd el a szilveszteri menünk főfogása. Előtte azonban egy kicsit visszamegyünk az időben. A gasztrokult egy korábbi adásában beszéltünk egy pécsi kezdeményezésről, a Jokka desszertműhelyről. Amikor náluk jártunk, a desszertműhely alapítója Szabó Réka épp gyerekeknek tartott nyári tábort, főző tanfolyamot. Itt az a cél, hogy megtanuljanak biztonságosan dolgozni különböző alapanyagokkal, hogy megismerjék az alapanyagot, hogy például ott megtudják, hogy nem jó dolog a sima citromnak a héját belereszelni a süteménybe. Rékát most arra kértük meg, hogy készítsen nekünk egy szilveszteri desszertet, ennek állunk most neki. A választása a franciák kedvencére, a crème brûlée-re esett. Azért választottam ezt az édességet, mert egyrészt nagyon jól előkészíthető. Ugye amúgy az ünnepnapokon sütfőz az ember, forog a konyhában, sürök forog, és az a legkevésbé fontos, vagy a legkevesebb igénye van arra, hogy még a buli előtt is órákat töltsön valamilyen desszertnek az elkészítésével. És ugye ezt a sült puding jellegű desszertet nagyon jól elő lehet készíteni, akár egy-két nappal előtte is nyugodtan meg lehet sütni magát a pudingot, és aztán a végén ezt az ilyen ünnepi kis hangulatot, ezt az ünnepi csillogást lehet neki megadni azzal, hogy rákaramellizáljuk a cukrot. Tehát egyrészt nagyon jól előkészíthető, ezért választottam, a másik pedig azért, mert azt gondolom, hogy egy igazán ünnepi desszert lehet belőle, tehát nem egy ilyen hétköznapi átlagos ebédhez vagy vacsorához készül, hanem sokkal inkább megadja az ünnepnek a hangulatát, az ünnepnek a fényét, ha egy ilyen különleges desszerttel lepjük meg mondjuk a szilveszteri vendégeinket. Egyrészt jól előkészíthető, másrészt nagyon kevés alapanyagra van szükségünk. Mindössze tejszín, habtejszín, állati habtejszín, tojássárgája, cukor, illetve most vaníliát fogunk beletenni, ez a klasszikus ízvariáció, a vanília használata. Kettő adag fog készülni, ilyen kis lapos ramekinekben, ezek viszonylag nagy adagok, de a mennyiségeket nyugodtan meg lehet növelni akárhány adagra, vagy lehet kisebb ramekin formát választani, és akkor nyilván szaporább lesz egy kicsit. Én szeretem ezt a lapos tálkát használni hozzá, mert ez még hozzáad egy kicsit ahhoz, hogy ez egy különlegesebb desszert, kicsit talán finomabb megjelenést kölcsönöz neki. Úgyhogy ehhez a két adaghoz kimértem 300 g habtejszínt, és van 3 tojássárgájánk, meg 15 g cukrunk, illetve van egy vanília rudunk, amit én most föl fogok vágni, és beleteszem a tejszínbe, avval együtt fogom felforralni, hogy az ízek minél jobban ki tudjanak jönni ebből a vanília rudból, és belekerüljenek a tejszínünkbe. Ugye a vaníliát félbe kellene vágnunk. Ez azért nem a legjobb minőség, hiszen már látszik, kicsit ki is van száradva, de itt kiszedtük belőle ezeket a csodálatos kis magokat, minél nagyobb benne a zsírtartalom, annál több az íz. És most nem csak a magokat, hanem magát a szárat is bele fogom tenni a tejszínbe. Mivel minden cseppje aranyat ér, ezért
figyelek rá, hogy minden belekerüljön. És akkor egyszerűen csak felforralom a tejszínt. Egy olyan közepes hőmérséklete. Mindig azt szoktam mondani itt a résztvevőknek is, hogy a cukrászat meg a főzés között az egyik legnagyobb különbség az, hogy a cukrászatban olyan értékes alapanyagokkal dolgozunk, amik nagyon könnyen tönkre mennek, úgyhogy inkább mindig kicsit lassabban, kicsit alacsonyabb hőmérsékleten, aztán inkább akkor emeljük, amikor már látjuk, hogy nem nagyon történik semmi, mert hogy ugye ez nem olyan, mint föltenni egy húst, aminek jó, megkérgezzük a szélét vagy a külsejét jó forró serpenyőben, hanem inkább kicsit legyen alacsonyabb, lassabb a folyamat, de biztosan ne menjen tönkre maga az alapanyag, amivel dolgozunk. Jó, közben még ez itt magától majd for, addig én bekeverem a tojást meg a cukrot. Hamarosan innen folytatjuk, de előtte visszatérünk hosszú heténybe, a hosszútányi étterembe, ahol a két séf, Lajos és Attila a szilveszteri fogásunkon dolgozik. Ugye új évkor lencsét fogyasztunk, és akkor ugye egy belsőséget választottunk hozzá, ami nem olyan népszerű, igazából nagyon megosztó alapanyag, és akkor így próbáltuk ezt így összehozni, ezt a kettőt, hogy tehát mint egy főzeléket, egy feltéttel. És ehhez csinálunk majd egy vinegrettet, ami megadja majd a kellemes frissességét neki. A lencsés főétel ebben az esetben egy egyszerű alaplével indul. Ez egy sima zöldség alaplé. Sárgarépa, fehérrépa, zeller, vöröshagyma, fokhagyma, amit feltettünk jéghideg vízbe főni, és babérlevéllel, egész borssal és sóval ízesítettünk, főztük, majd pedig céklát egészben sütöttünk alufóliában, úgyhogy 180 fokra előmelegítettük a sütőt, a céklákat becsomagoltuk alufóliába egy kanál olívaolajjal, és tettünk mellé egy ág rozmaringot, és ezt sütöttük ilyen 40 percig körülbelül. Amikor a cékla elkészült, akkor a héját levettük, mert ugye ez belekerül az alaplébe, és az el tudja színezni. Tehát attól egy kifejezetten egy ilyen barnás alaplevet kapunk, de mi nem ezt akarjuk, hanem levettük a sült céklának a héját, lereszeltük, és ezt dobtuk bele a levesbe, amit főzünk még további 2 órán keresztül körülbelül. És megadja ezt a kellemes, földes, céklás ízt ennek a zöldséglevesnek. Majd, hogyha főztük, utána etaminon átszűrünk egy keveset belőle. Az etamin, ez egy gézszerű anyag, vagy egy gézt kell elképzelni, ami ilyen folyadékok szűrésére alkalmas, nagyon sűrű szövésű, és teljesen kristálytiszta folyadékot fogunk kapni a végén. Amikor ez megvolt, akkor itt láthatjuk is, hogy ez már egy kész redukció, ami keményítővel be van húzva. Ennek egy nagyon intenzív céklás, zöldséges, kicsit ilyen földeskés íze van neki. Azt is látjuk, hogy az asztalon már készen áll 3 különböző színű lencse, már megfőtt állapotukban. Az azonban még nem teljesen világos, hogy mi is lesz a szilveszteri főfogás. Az ételünk pedig egy lencse főzelék, amit úgy kell elképzelni, hogy a lencse főzeléknek az alapja ez a céklaszósz, céklamártás, amiben bele fogjuk keverni a 3 lencsénket, a sárga lencsét, ezt a barna lencsét és a beluga lencsét, fogunk hozzá szelni még egy kis új hagymát, hogy megadja a színét, és fogunk hozzá rántani egy borjúvelőt, amit tök magos mandulás morzsába fogunk kisütni, majd a tetejére fogunk tenni ebből a vinegretből, amit most készítek el. Fogunk hozzá még csinálni egy kis grillezett pakcsolyt, és a többi az meg a tálalás díszek. Folytatjuk a desszert készítést Szabó Rékával a Jokka desszert műhelyben. A tejszín lassan már jó, ideje előkészíteni a tojásokat. 3 tojás sárgája, és mindössze 15 g cukor. Ugye 300 g a tejszín, meg a 3 tojás sárgája, ami nagyjából mondjuk 20 g-nak számít, egy az 360 g, és ez mindössze 15 g cukrot teszünk, de azért,
mert utána ugye, amikor elkészül, akkor cukorral fogjuk megszórni a tetejét, és rákaramellizálunk egy réteget. Nagyon édes lenne, hogyha túl sok cukrot tennénk bele, úgyhogy bőven elég lesz ez a cukormennyiség ahhoz, hogy a technológiailag szükséges lépéseket be tudjuk tartani, és pont jó lesz a desszertünk, amikor elkészül, nem lesz túl édes, hanem pont kellemes íze lesz. Nem kell kihabosítani, csak az a lényeg, hogy szépen keveredjen el egymással a cukor meg a tojás sárgája. Ugye a hőkiegyenlítéssel fogom hozzáadni, az azt jelenti, hogy a forró tejszínt, azt nem öntöm egyből bele az egészet a tojásba, hanem egy keveset hozzáadok, és elkeverem, hogy a hideg tojás az egy picit föl tudja venni a hőmérsékletet, és ne főjön meg hirtelen, hanem szépen elkeveredjen a meleg tejszínnel. Még öntünk bele egy-két adagot. Ugye látszik egy kicsit buborékos a teteje, de most már nem habverővel fogom keverni, hiszen elkeveredett a meleg tejszínben a cukor meg a tojás, hanem a spatulát fogom használni. És ezzel gyakorlatilag ugye ezt a puding alapot el is készítettük, viszont benne van még a vaníliának a héja, illetve a tojásban lehetnek mondjuk ez a jégzsinór, tehát olyan tojásdarabok, amiket nem szeretnénk beletenni a pudingba. Úgyhogy ilyenkor ezt a levet egy kicsit át kell szűrjük egy sűrűszövésű szűrő segítségével, hogy kiszedjünk belőle mindent, amit nem szeretnénk, hogy belekerüljön végül a desszertbe. Ugye látszik, hogy a vaníliának is vannak darabkái. Nem szabad átpréselnünk, mert különben átnyomnánk azokat a tojás darabkákat, amiket pont most szedtünk ki belőle. Úgyhogy ezt egyszerűen csak szépen lecsöpögtetjük. És most egy picit várni kell vele, hogy ezek a buborékok lehetőleg eltűnjenek a tetejéről. Picit meg lehet ütögetni, de egy pár percet, ha hagyjuk, akkor szépen elpukkannak ezek a kis buborékocskák. Amíg eloszlanak azok a buborékok, visszatérünk Hosszú Heténybe. A Hosszú Tányér nevű étteremben készítjük a szilveszteri főfogásunkat. Mint azt már említettük, a helyet Hosszú Franciska hozta létre, és bármennyire is fontosak az itt kínált ételek és italok, ez a hely nem csak az evésről és ivásról szól. Az ötlet az volt, hogy töltsünk be minden olyan hiányt a faluban, ami akkor jelen volt 2013 és 2015 között. Az alatt készült el egyébként az épület, lett felújítva az előső rész, és szerettem volna cukrás süteményeket, szerettem volna pékárút, egy közösségi teret létrehozni, teret engedni kiállításoknak, író-olvasó találkozónak, koncerteknek, ezek mind meg is valósultak, viszont nagyon sok kitartás kellett hozzá, mert nem voltak hozzászokva a falusi emberek, hogy itt ilyen van. És akkor eleinte csak a törzsvásárlóink, vagy a törzsvendégeink jöttek el ezekre a programokra, és hosszú-hosszú időnek kellett eltelni ahhoz, hogy ez szélesebb körben is elterjedjen, hogy nyújtunk ilyen jellegű szolgáltatást is. Illetve valamiért a szívügyem a művészetek, a zene és az ilyen kézműves dolgoknak a támogatása, és azt is minden fórumon, ahol csak lehet, mindig elmondom, hogy nyugodtan keressenek meg, bárki jöjjön el, aki szeretné megmutatni magát egy picit szélesebb közönségnek, de mégsem mondjuk rögtön egy tévészereplésre megy el, vagy koncertet ad, hanem csak így óvatosan egy kicsit bemutatná azt, amit ő tud, azt nálunk lehet. Akármikor nyitott vagyok ilyesmire. A konyhában közben készül az ételünk. Az előre megfőzött háromféle lencsét Attila belemeri a sütőben sült céklából és zöldségalapléből készített, besűrített redukcióba, és elkeveri. Ehhez jön még némi apróra vágott zöldhagyma, ami jelen esetben inkább a színével, mint az ízével járul hozzá az összképhez. A főételhez még készül egy vinegrett. Fogunk hozzá használni almaecetet, olívaolajat,
kis sonkahagymát, magos mustárt, zöldalmát és koriandert, és ezt fogjuk összekeverni. Míg Attila a vinegrettel foglalatoskodik, Lajos panírozni kezdi a borjúvelőt. Ehhez egy pankó morzsából, mandulából és tökmagból álló keveréket használ. A két séf itt teljesen szabadjára engedheti a fantáziáját. Attilával az együttműködésünk az nagyon egyszerű. Ő kitalálja az ételeket, hogy mit szeretne, ki is tálalja őket, de mégis kell neki egy olyan ember, aki a háttérben alá tud dolgozni. Tehát én meg tudom azt csinálni, hogy a háttérben ott vagyok, előkészítek neki mindent. Ő neki csak annyi legyen a dolga, hogy kigondolja, hogy hogyan kerüljön a tányérra, hogy lesz az a legszebb, és megbeszélés alapján mindent meg tudok, mindent alá tudok rakni, és utána, miután én ezzel végeztem, ki is tudom vinni a vendégeknek azt az ételt, sőt, emelt fűvel büszkén tudom kivinni nekik, hogy nézzétek, ebben benne van az én kezem is, az Attila keze is, a Magdi néni keze is, Erzsike keze is, Franci keze is, mert mindenki bele tud szólni az ételbe. Együtt tudjuk formálni az egész ételt. És ezért van az, hogy a legtöbbször két héten át nincs két ugyanúgy kinéző ételünk, vagy egy-egy étel akár naponta háromszor, négyszer változik, hogy a kis potmétereket mi húzogatjuk, hogy még szebb, még jobb, még finomabb legyen, hogy a vendégeink még elégedettebbek legyenek. Visszatérünk a crème brûléhez. A keverék készen áll arra, hogy bekerüljön a sütőbe. Úgyhogy most be is kapcsolom akkor. Én ugye, ahogy mondtam, ilyen 130-140 fok közé, de hogyha teljesen hétköznapi sütővel 150 Celsius fokon érdemes elindítani. Most megvárjuk, amíg bemelegszik. Közben akkor itt, ahogy látható, a buborékok nagyjából eltűntek, és már semmi más dolgunk nincs, mint beleönteni ezekbe a ramekinekbe. Látszik, hogy nincsenek rajta buborékok, ugye, ahogy említettem, ez viszonylag fontos kérdés, mert ahogy megsülnek, azok a buborékok egy ilyen hártyaszerűen ugye megszilárdulnak, és szeretnénk, hogyha ez nem így történne, hanem egy szép, egységes felülete lenne a desszertünknek. Most, hogy benne van a ramekinben, illetve benne van egy magasabb falu lemezben, be fogom tenni a sütőbe, és ott fogom majd hozzáönteni a vizet, amit az előbb említettem, ami segít nekünk abban, hogy még egyenletesebben süljön meg a puding. Úgyhogy nyitom is a közben előmelegedett sütőt. Ide a középső rácsra. Feltöltöm úgy, hogy körülbelül félig, a ramekin formának körülbelül a feléig menjen fel a víz. Úgy. És szépen becsukjuk. És innentől kezdve teljesen önállóan meg fog sülni, több dolgunk nincs is vele. Fölhúzom az órát, körülbelül egy olyan 40 percet kell sütni, de meg lehet ismerni, hogy mikor jó. A lényeg az, hogy amikor picit meglökjük a sütőajtót, akkor a benne lévő folyadék ne hullámozzon, hanem inkább már csak így rezegjen. Jó? Tehát akkor lehet felismerni, hogy megsült ez a pudingunk, hogyha már nem hullámzik, tehát már látszik, hogy nem folyékony, hanem már csak rezeg, mert hogy ugye megszilárdult a tojás sárgájától. Ahogy említettem, nagyszerűen előkészíthető ez a desszert, úgyhogy én tegnap már készítettem is két adagot, amin meg tudom mutatni, hogy hogyan lehet befejezni és igazán ünnepi hangulatot kölcsönözni neki. Kristálycukorral, illetve barna cukorral érdemes megszórni a tetejét. A barna cukorban lévő melasz egy kicsit segít még karamellesebb ízt adni neki. Úgyhogy én most barna cukrot fogok használni, de a teljesen sima kristálycukor is ugyanúgy megfelel. Ugye a tetejére rászórjuk a cukrot. Az a lényeg, hogy nem szabad túl vastagnak lennie, úgyhogy majd a maradékot le fogom szórni róla.
Uh-huh. Azért tettem ide ezt a tányért, hogy ami le esik róla. Ja. Tehát így látszik, ugye szépen befette egyenletesen a cukorréteg. Már csak egy feladat vár ránk a tökéletes crème brûlée befejezéséhez, de előtte még visszatérünk a főfogáshoz. Most az történik, hogy megsütjük a borjúvelőt, az agyvelőt. 170 fokos olajba belerakjuk szépen, és hagyjuk, hogy süljön meg. Még egy valami van vissza, és utána össze is lehet állítani a főételt. Rakjuk bele a bordáskelt, vagy pokcsolyt. Az a lényeg, hogy egy nagyon minimális hőkezelést fogunk neki csak adni. Adunk neki egy kis sót, és egy kis borsot. Lehet érezni, hogy mennyire jó, ahogy a vaj megbarnul, van neki egy kis mogyorós illata, ez a pakcsolynak az ízében is meg fog jelenni ez a mogyorosság. Ezzel a szilveszteri menünk főfogása már el is készült. Most tartunk a főételünk összeállításánál. És akkor el is kezdem. Jöhet a lencsés alap. Erre a magokba panírozott és kisütött borjúvelő és a vinegrett. Díszítésnek egy kevés mustármagcsíra, egy vargányás ostja és egy kevés zöld olaj. A főételünk elkészült. Jöhet a desszert. Egy ilyen speciális eszköz van a kezemben, amit karamellizáló fáklyának hívnak, illetve zsebsárkánynak, az a belsős neve. Ezzel fogom tudni majd rákaramellizálni a cukrot, de ha esetleg ilyen nincs otthon kéznél, akkor a sütő-grill funkcióját bekapcsolva egy pár percre, ha az ember beteszi a grill alá, közvetlenül a grill alá ezeket a kis tálkákat, akkor ott is szépen rá tud karamellizálódni. Amire figyelni kell, hogy ne maradjon bent sokáig, mert egyrészt megég a karamell, másrészt meg ugye a pudingunk, amire annyira vigyáztunk, amíg készült, megéghet, megsülhet, úgyhogy figyelni kell folyamatosan, hogy szépen karamellizálódik-e a felület. És amikor úgy látjuk, hogy kész, akkor egyből kivenni a grill alól, jó? De most használom ezt a kis fáklyát. Vagy hogyha kicsit vastagabb karamellt szeretnénk rá, akkor még azt is megtehetjük, hogy karamellizáljuk ezt az első réteget, újra teszünk rá egy adag cukrot, és azt megint rá karamellizáljuk, így egy picit vastagabb lehet, de mégis egyenletesen vastag, és nem néhol vastagabb, néhol meg vékonyabb. Én nem szeretem, ha nagyon meg van karamellizálva, úgyhogy én ennél sokkal tovább nem fogom karamellizálni. De ez egyéni preferencia kérdése, mert van, aki egészen sötétre gyakorlatilag megégeti a karamellt, és úgy. Szerintem az a cél, hogy elérjük azt a ropogós állagot, hogy ha rákattintunk egy kanállal, akkor szépen törik egyet, de nem kell, hogy túlságosan sötét legyen, mert az égett karamell azért annyira nem egészséges. Ez gyakorlatilag már készen is van. Csinálom a másikat is. Ez volt tehát a gasztrokult szilveszteri menü ajánlata, lencsés rántott borjúvelő és desszertnek a crème brûlée. Jó étvágyat!